Ünnepélyes keretek között adták át a halálledel gyártással és forgalmazással foglalkozó cég bővítését Dombováron, mely meghaladja a 100 millió forintot. A ginopos forrásból megvalósított fejlesztéshez 73 millió forintot biztosította a kormány. Tudtuk meg a nemzetpolitikáért felelős államtitkártól, Potápi Árpád Jánostól, Tolna Vár megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől. 103 millió forintból tudták megvalósítani ezt a közel 400 négyzetméteres új csarnokot. Tudni kell erről a magyar vállalkozásról, dombovári vállalkozásról, hogy haladedel gyártással foglalkozik. Egyrészt vannak saját fejlesztéseik. Ezen felül magyar vállalkozóknak is gyártanak be különböző hal etető anyagokat. Az 1986-ban alapított vállalkozás 2000-től ma már szinte teljes egészében az etetőanyag gyártással és forgalmazással foglalkozik. A logisztikai raktár, mely a helyi vállalkozók bevonásával készült el, megfelel a mai kor követelményeinek. Kialakításakor törekszettek arra, hogy önfenntartó épület legyen. A tulajdonos elmondta, az új épületből bonyolítják le a csomagküldő szolgáltatásokat is. Beszereztünk hozzá gépeket, mint ahogy látják, elektromos targoncákat. A csarnok fűtését azt hőszivattyús megoldással oldottuk meg. Beruházáson kívül ugyan, de továbbfejlesztettük a napelemes rendszerünket, tehát tulajdonképpen most már az a cégnél, amit fogyasztunk villamosáramot, azt a saját magunk meg is termeljük. A közel 4 évtizeden működő cég hosszú távra tervez, ennek értelmében a jövőben is számos fejlesztést szeretnének majd véghez vinni.